Szavazt a gyerekek, üdv a csatornánk, Héfer jelentkezik, következő csodálatos! Mit kell csinálnom? Futás, 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 mert ma egy csomó dolgunk van, várjál, mennyi idő van. Tényleg nagyon sok dolgunk van, úgyhogy ezt úgy fogjuk... Nem tudom, hogy mit csináljak. Nem tudom, mit csináljak, beledugom fejemet a... ide. Ezt miért, nem tudom, miért itt iszok, amikor úgyis fogok fürödni. Hú, hellóztok, mi újságban itt vagytok? Elnézést, egy kicsit be vagyok pörögve, mert egy csomó mindent kellene csinálni. Várj, eszek egyet. Gyorsan, 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 mindent is kell csinálni. Megettem a Mirelit pizzát nyersen. Ne foglalkozzatok vele. Igen, egyébként fingik is egyet a karakterünk. Gyorsan pisilünk, izélünk, hajat mosunk. Aztán jó van, mit kell még csinálni? Vizelni is kell. Elnézést, nem tudom, köszöntem be? Kicsit be vagyok pörögve, mert tényleg rengeteg dolgot kellene csinálni. És fáradtság, vizelet, stressz. A stressz szintük az miért van lenn? Amíg izé mentette, vagy kivertük, vagy mi történt, vagy mi volt, mert tényleg nem értem. Na, igen, csomó terv van, kellene órát szerezni, kéne menni diszkóba, el kéne menni öreganyánkhoz, meg kéne nézni a szákot, hogy van-e benne hal, fáradtság, kéne inni egy kávét. Kávé, 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 kávé. Kávé, 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 kávé. Kéne még inni még egy kávét. És lehet, hogy viszünk egy bögre kávét is. Bemegyünk ma, az éjszakát az valószínűleg, hogy töltjük a városba, meg erre-arra, ma bulizunk, ma buli lesz, meg kocsmázás, meg minden gyerekek. Meg kiütünk egy csávót, hú, el kéne vinni a tűzi játékot, ezt kilőni a szemét. Na várja, ezt eteszem, ezt elvisszük. Mit tegyünk még el? Kéne vinni chipset, lehet, hogy éhen döglünk. Vizelés probléma nincsen. Vigyünk egy ládasört is, az biztos, ami biztos. A levelet, föl kéne adni a levelet, mert akkor rendben, én számítógépet nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit lehet a számítógépet csinálni. Igaz, hogy nem arra kéne elcseszni a pénzt, itt a tűzijáték, azt is elviszük, aztán már futunk is, mind az őrület. Futás! Sőt, nem is futunk, beszórom gyorsan mindent a kocsiba, aztán már veletjük is. Mennyi idő volt? Nem tudom, hogy mennyi idő volt. Szerintetek mennyi idő volt? Nem tudom. Szerintem se tudom, hogy mennyi idő volt. Oké, ez is megvan, ez is megvan, ez is megvan. Azért szórok be mindent a kocsiban, mert ha meghalok, akkor ugye elvesznek, aztán az nem lenne jó. Le kell mennünk még a partra. Tedd már be ezt az ajtót, bazán, jó, hogy nem üzve, 3 évig tart, amire csapd be az ajtót. Na, nem tudom becsapni, mert most ezt akarja nagyon. Oké. Duráltam egyet, de jó. Hol van ez a gyújtáskapcsoló? Izzítunk. Lemegyünk a padra, aztán már veretjük is, mire az őrültek. Megnézzük, hogy van-e a szákból valami. Tudjon már el az a valami? Tudjon el. Pumpád, pumpád. Kéziféket ki. Bocsánat a pörgésért, de sok mindent akarok csinálni. Ez az. Csapjuk neki. Ez jó, úgy bírom ezt a verdát. Ez lehet ezzel veretni, ám, mint az őrület. Csak nehogy beledurran csak a tóba, mert ez úgy nem lesz jó. Várja ma. És van itt egy fényképezőgépünk is, azt se felejtsük el. Kéziféket berántom, jó? Hogy? Volt valahol itt egy fényképezőgép. Azt fölveszem. Azzal jó lehet zoomolni, le kell feküdni a földre, nem ami izé le lehet hajolni. Várjál, volt egy szálkom, van benne hal-e, vagy nem-e van-e benne hal-e? Hal-e van-e benne? Nagyon jó, van benne egy hal. Valahogy hogy kell kivenni? Nem tudom, valami oldala nyílik. Melyik oldala nyílik? Itt van. Csapda kinyitása, hal kivétele. Gyerekek, ezt tudjátok mi? Ez egy különleges hal. Mert vannak halak, a tóba, de ez a hal kivétele. Halak kivétele, érted? Na, jó van, oké. Nem volt vicces, tudom. Itt mennyi van bele abba a tóba, mert lehet még köl hal. Ezt is elrakom a halat, vagy lehet, hogy be kéne dobni a furgonba. Berobom az anyósra. Az jó lesz. Tudja elveszik mi? Várja, ide ledobom az anyósra, alhalad. Hogy van, halacska is, jó, büdös lesz. Ha, aztán volt egy ilyen sztorim, vagy van egy ilyen sztorim, képzeljétek, hogy egyszer a céges nem én vezettem, de most falálkom olyan, nem? Hanem a munkatársam, és az ilyen kis nagyon ilyen leszarom. Bazen, rendesen rúg a verd a gyerekek, hallod? Olyan driftet levágott, mint az állat. Na, ilyen kis nagyon, ilyen kis laza, nem leszarom típusú ember. Aztán befelejtették a főrökék, elmentek valami horgászni, aztán befelejtették hátul a csomagtartóba halat. Aztán... látta. Őben hagyta egész hétvégére. Ilyen 40 fokba érted, vagy 50 fok volt a kocsiba kinn a napon. Olyan büdös halszak volt, úristen ez az autó, ez még nagyon megy. Tudni meg fogok halni. Én már most látom.
Jaj, az oszlop, bazze! Húha! Hát itt figyelni kell, gyerekek, na menjünk öreganyánkhoz. Mit felejtettünk-e? Tuti valamit elfelejtettünk. Kaját hoztunk, piát hoztunk, levelet hoztunk, halat hoztunk, tűzijátékot hoztunk, kilőni a szemét a csávónak, a diszkóba. Nem én, ne? Júj, rendesen fosok. De egyébként elég stabil az a kocsi, de szerintem, hogyha lemennénk a patkára, akkor ott instant meghalnék. Egyébként azért is megyek, mind az őrült pörgök, mert Felike mindig azt mondja, hogy csak forgok, mint kurva a laborba, aztán az... Csak gondolkodok. Mindig azt mondja, hogy gyorsabban pörög háromszor az agyam, mint amit tudok cselekedni, meg amit beszélek. De tényleg így van. Aztán emiatt, hogy gyerekek, én rendesen fosok, olyan sebességet van ebben a játékban. A Need for Speed meg a... Jaj, a Forza Horizon ehhez képest kutya fasza. Jó, ide súlyán beszél a kip. Jó van, ezt nem hallottátok meg, ugye? Ez még családbarát tartalom ezerre. Hova kell menni egyáltalán? Várjál, hova akarunk menni? Öreganyánkhoz, az meg jobbra van, ugye? Jobbra van öreganyánk? Jobbra van öreganyánk. Jó van, nem jön semmi, tegnap se jött. Ezt úgy ugrottam át. Nagyon bírom ezt a vezetési stílust. Négybe, e fordul? Hát lehet, hogy nem. Vissza kettő padló. El az. Kicsit ívre tesszük. Rallysar. Te itt még mindig rally verseny megy. Na megint izé volt ilyen valami. Igen. Kiúzatjuk. Az az. Ez ilyen parabolika kanyar volt, gyerekek. Ez direkt lehessen veretti. Egyébként ez a legszarabb, amikor ugye a patka alacsonyabb, mint a... Jaj! Jaj, ott egy fickó, mi a franc van itt? Mi történik? Bazza, gyerekek. Kik vagytok? Mik vagytok? De egy kicsit majdnem. Majdnem meghaltam, még jó, hogy nem mentem gyorsan. Kimegyünk innen? Vigyázz, papa! Tipli van. Ibe, az a rúga verda, mint az isztó, hallod? Ez olyan keresztbe álltam vele, mint a szar. A halra vigyázzunk. Nem megy föl itt, te. Nem jó ez nekem. Vissza kéne gurulni, aztán arra valahol fölvenni. Vigyázz, papa, mert rohadtul nem jó helyen vagy, öcsém. Jó, el is sapta. Ez csak úgy zuhant, érted? Nem jó ez, ejjbe zuhantam ide az árokba, hát ki tudok gyűni? Meg valami van mögöttem, vagy mi van érted? Valami fa volt, bazza. Ilyen lendületből megküdjük, mindjárt visszamegyek, amennyire tudok, azt sem tudom, mi van, merre vagyok előre. Az öreget azt ugye csaptam, csak úgy zuhant. Azért lehet, hogy jönnek a yardok, majd mi? Ez az, egy. Kettő, ez az. Menj ki! De miért áll keresztben? Nem a... Vigyázzatok, gyerekek, mert... meg kell fordulnom. Meg kéne fordulni. Az? Visszacsurgok, mindjárt jó lesz ám. Figyelj, visszacsurgatom. Jó! Bocs, semmi gond, ugye? Menjétek már innen, be az a keresztbe állt a verdát. Nem érted? Mit integetsz? Hát hidd el, hogy nem szándékos, basszus. Ne, ez meg ma... Ne! Nem hiszem el, bazze, de... Ez mi átsó kerekes az a kortla, bazze? Keresztbe áll! Miért? Nem hiszem, hát tudtam volna, traktorra jövök. Menjünk már hátra, vagy valami. Hát, hol megyek ki? Miért kell ilyen magas partoldalt ide vezényelni? Már megint itt befélelek, basszus, mert neki körülött mennem itt. Nem megy ki, bazze. Jó volt ez az előbb, az a lendületes dolog. Mindjárt elsírom magam, esküszöm, komolyan mondom, réjók! Érted? Nem megy ki. Na majd figyelj, most úgy megkülönöcsém. Ez az, egy. Mindjárt teszek neki egy kettest. Teszél halálát. De miért keresztbe megyünk, bazza? Esküszöm, nem arra kormányozok. Na végre, basszus. Hát mi történt? Nem szabad levenni itt az útról. Gyöppen úgy rúg ez a gép, mint az állat. Hát mi van itt? Azt a betyár, na. Háromba. Szépen okosan ne csurgunk. Mert végén még elütünk valakit. Jó, oké, nem. De nyugodom. Nyugodom, kicsit képen, nyugodj el meg. Nincs semmi baj. Öreg anyán kököm enni. Remélem, hogy otthon van, mert ha nem, akkor... Szíje, rugom a... Popsiát. Azt a rohadt életben, majdnem feladt a leckét nekem ez a kicsúszás. Még az erencsen nem ütöttünk el semmit, ne, ugye? Na, itt be kell vágódni valahol öreg anyánk. Van itt a bejárat. Itt
Satu. Le van zárva az út. Ej, nem arra fordulsz a márekkel meg. Mi van már, ne? Tegyél neki egy egyest. Na, ami remélem itthon van, mert megőrülök, ha így. De most ott van, basszus. Na, szávasz-e? Ez újság? Jó rapot. Igyál egy kávét. Adj egy kávét gyorsan, azt vegyek a tökökbe. Nem érek rá veled szórakozni. Diszkóba követni válva. Na, állítsuk meg a kotlát. Na, itt a halad-e. Mi a tököm, itt valaki buggatják a gépeket. Itt a halad, ne! Mi van itt, gyerekek? Öcs! Bazze! Csávó kentár neki! Ez simán legyorsulnám, ha izével furgonna egyébként. Megint gyüregy. Valaki is meg stilöldek. Hogy? Száguld. Száguldozzak itt a gyerekek. Bazze, milyen, hogy ment, mint az őrült? Hát ezzel nem nagyon veszem fel a versenyt. Mi van ott a hal? Nem tetszik? Vagy mi? Add ide a kávédat, megiszom, desze. Kösz. Kösz a kávét. Itt van a halad, desze. Mi van, nem tetszik? Ott a hal. Mi van, ijak még egy kávét, megiszok egy 100 kávét. Szemem kiugrik, biztos olyat főző kanál megáll benne. Nem, most azt tudom, milyen lett, akkor... Sose menne, se sose erkusi levérjele átmenni. Mi az? Csak figyelmeztetés, és soha nem válaszol. Felvon... Hát gondolom nem menjen a zöld autóval, ugye, és a család az ivási problémával mindig részeg. Mi van ez a zöld autós csávó? Adj egy kávét még, biztosnak. Adj egy kávét. Behudjuk. Te, megeszi bazza. Ne! Ne, ha ötti ne bánnád ezt a posztjája. Enge, ha minä elän, áll. Ja, ez a zöld autósról magyaráz valamit, hogy ne vegyek vele. Figyelj-e! Milyen verda volt ez te? Ezt nagyon csapta! Ebben Rallyban részt kell venni, ez baró jó. Na mi van a reganyám, milyen helyzet van, mondjad? Eltűnt a mami. És hol a pénz? Mi van, bazze? Az öreg anya, figyeld, amíg bementem, az öreg lány belé, behúzta a belét. Lóvét meg nyújtott. Gyerekek, de itt rally verseny van, ez, szembe találkozok egy ilyen járművel, lehet, hogy nem lesz vidám a hangulat. Mi van, megint izéni kell? Izzítani? Hát, ja nem, jó van. Pecegtessük meg. Tüsszük egy trükit neki. Világomat nem tudom, hogy merre kell menni. Remélem nincs senki mögöttem. Jaj, nem, megint belemegyek valami. Nem mondott, hogy megint beledurrantottam valami rohadt nagy gödörbe. Hát a tököm nem sül el ettől az egész. Nem hiszem, már megint benn vagyok egy gödörbe. Mik ezek a nagy árkok mindenhol? Mik ezek a nagy árkok? Arról beszéljünk, kérem szépen. És ezt figyeld meg, már megint bazd, belát ide. Ez első kerekes vagy hátsó kerekes ez a kotla? Ment a vonat. De milyen, hogy még hátsó kerekes, akkor lehet, hogy kimegy, de ha első, akkor itt rohadtunk meg gyerekek. Azt öreg anyánknál fogjuk tölteni a karácsonyt is. Istenem, miért büntetsz engem? Na. Szerintem hátsó kerekes. Na, szed, mennyi. Úgy. Menj hátra. Menj, ez csak lassan. Na, adjál neki, Sanyi, csak azt nem mondta, hogy mögöttem van egy fal, akkor meg tényleg agyérgörcsöt kapok már. Ki kéne hátrafele kapatnom valahogy. Márjá, nézzünk egy külső nézetet, azt a begyár úristeneteket. Szerintem pont mögöttem van egy fal, mert már azért nem megy. Nem hiszem el, komolyan mondom, mi vagyok én. A szerencsétlenség. Na, jó van, oké. Ez akkor itt rohadtam meg, mi? Hát ennél a nagyobb szivatás, hogyha mögöttem van egy rohadt fa, nem mondod, hogy pont mögöttem van egy rohadt fa, komolyan mondom, én nem bírom ezt elviselni, ezt a szivatást, ami itt van, de el tudom tolni ezt a kotlát. Mennyi már, toljad.
Toljuk, ugye? Toljuk, jól van. De úgyis vissza... Nem tolja. Valahogy mondtátok, lehet bugoltatni sörös ládával. De miért kell bugoltatni? Miért nem lehet kiszedni érted egy rohadt autót? Hát már... Toljuk mi? Toljuk, nem? Jó van, oké, nincs semmi probléma. Csak a diszkóba érjünk, onnan az a lényeg, mert itt öreganyánk itt elcseszte az időt, meg pénzt sem adott. Minek körülött ide gyűni akkor? Jó, megpróbálunk hátrafele, okosba, jó? Majd ott beteszem, mert biztos abba akarok el akkor meg. Valaki stilöl? Na. Fú, te, ez a játék agyérgörcsöt tud okozni. És figyeld, megint ugyanoda visszaízott. Ezt meg tedd már be, te... Szerencsétlen. De miért kell, hogy pont egy olyan fának kell lenni mögöttem? Miért? Miért pont itt nincs sehol egy fa? Pont egy ott olyan, ahol egy fának kell lenni. De most valahogy szenved, odébb szenved. Oh, Istenem, komolyan mondom. Egy fa van az egész játékban, az pont mögöttem van, hogy nem tudok kijönni az árakból. Talán. Na, mi történt? Jaj, sikerült. Hú, valami biztos feltörnék megint. Na, oké, tegyük egy egyest, azt valamerre nem tudom merre ki tudok valahogy kecmeregni. Én persze árok meg kell lenni egész végig, nehogy jól érezd magad. Persze, figyeld milyen árok. Árok rendszer van itt, lövész árok rendszer. Figyeld itt is végig árok, mit csináljak, baze? Ez a kotle, ez olyan egy tehetetlen szar, figyelj, nyomok neki egy kövéret, aztán valami lesz. Azt a rohadt életben, majdnem meghaltunk, gyerekek. Na, jó van, visszaszívtam. Hogy szerencsétlen vagyok. Ez akkora mág volt, apám. Ez akkora mág volt. Hát ezt vissza kell néznem, nem nagyon szoktam visszanézni dolgokat, de ezt visszanézem. Ez egy ilyen tized másodpercet múlott, nem gyerekek? De nagyon megy a rally itt. Szerintem itt fogok megdögleni, én nem. Akkor már tegnap lezárták, és ma van a rally. Fú, gyerekek, itt szembe ugrad velem egy jármű, akkor én itt... Aj, ne. Nem akarok meghalni. Ó, az. Biztos, hogy bemákol... Kétszer nem lesz mákom. És tudja, mert ezek meg itt el vannak feküdve, nézzek, be vannak rúgva. Jaj, nehogy ezek kicsusszak. Kétszer nem mákolok be egy olyat, hogy megúszom ezt a rally témát. Viszont úgy kellene, hogy az lenne jó, hogy akkor látom meg, amikor ugye egyenesben van, akkor félre tudok menni. Mert ezek nem úgy tűnnek, mint hogy nagyon lassítanának. De ilyenkor mákolnám be. Jó, várjál, hogyha következően elmegyek jobbra, akkor viszont tudok egy olyat csinálni, hogy lemegyek az aszfaltosra. Végül is mondjuk azt tudom, hány óra van, ez a nagy probléma. Mit akarunk? Ja, föl kéne adni a levelet, mindenképp be kell menni a városba, ugye? Az fontos. Meg utána a diszkó, ezek lesznek. Fékezzé, ú, tekerem a kormányt, ez nem történik semmi, az annyira irritáló, idegesítő. Egyszer voltam így valóságban is, kocsival le volt fagyva egy híd, Győrbe, aztán a legvégén volt egy derékszögi kanyar, és így mentem le a hídon, így lejtett egy kicsit. Kitekerem a kormányt balra, az autó az egyenesen megy tovább. Ugye se a fékre, se semmire nem reagál, de az a durva, hogy a kormányra se, ugye hiába tekerted jobbra vagy balra a kormányt, semmi. Na, gyerekek, mi legyen? Menjünk a balra vagy jobbra? Menjünk balra, hát tököm az. Legalább látunk valami érdekességet, ha ralicsok vannak. Menjetek innen, mi újság van? Menj, ember! Jó, a félre vegyük majd, aztán... Hűha! Jó! Azt a betyár, gyerekek! Hát, ez nagyon-nagyon kenik, és ezen a ralin kell nekem majd részt venni? Hát... Nézni nem tudom, hogy ezek hogy mennek, nem hogy ilyen gyorsabb menni, hallod? Ezek nagyon brutálok. Hogy küldte neki? Tík. Hogy küldte neki? Ja, itt mutatja ugye, hogy milyen munkák vannak, meg ott mi az? Itt van valami az, hogy valami részeg. Részeg csávó. Figyeled? Van egy ilyen ikon. Mi ez az ikon? Van egy ilyen piás ikon itt. De nincs itt semmi. Itt balra. Látod? Egy ilyen üveg ikon. Jaj, nem, hogy itt lakik, gondolom, az a alkoholista csávó. De figyelj, ott van kín, ott üldögél kín. Jó, hagyjuk a francba, majd lesz valami. Nem, ne. Csináljuk.
Hű! Basszus, rendesen még a hizépe is, még a székembe, és pont jött a vonat, ott a, nézd a minimumot fönt, az itt is majd dudál mögöttük. Nagyon bemákoljuk ma a dolgokat. Rendesen, ja, a székembe rendesen jobbra húzottam, komolyan mondom, amikor jött az a rally pilóta. Hát de ezekkel én nem fogom felvenni a versenyt, ezek mit mennek? Hopp, itt is itt valaki ki volt feküdve. Úgy szerintem elütötte a pilóta. Jaj. Jó, hát ezt meg mi csaptunk el egyet, hallottam, hogy durrant. Ez a Miles America nagyon állat ez a játék. Nagyon beteg. Viszont az izéket nem nézzük. Jó, hülye vagyok a... Tudjátok miket? Ó, várja, alkatrészeket nem szedtük össze. Ez most pont jó. Ugye itt össze tudjuk kapni. Ezt a kocsit nem lehet ellopni, ugye van itt egy ilyen muscle car. Ugye itt is jobbra ki lehetne menni az útra. A műútra. Jó, várjál. Összeszedem az alkatrészeket, ha már egyszer itt vagyok, jó? Annyit megcsinálok. Le se állítom. Nagyon bírom ezt a rallyt, tök jó. Itt van egy ilyen kekmet. Igen, mondjuk nem tudom, hogy ezek az alkatrészek ezek mindig itt vannak-e. Úgy látom, hogy igen. Ó, te fiú, hát mondjuk ezt hogy tudom kiszedni. Hadd bújjak már be oda. A sportkori meg a izé. Meg a szelep felé, tudod? Sportkormány, úgy értem a sportkorira. Meg a másik oldalt is volt valami. Másik oldalt volt. Mi volt a másik oldal, gyerekek? Isten tudja. Pont kifogtam a rallynak az időpontját, amikor közlekedek itt. Ó, ott van a... Mi ez? Rugó. Itt meg WC van, itt lehet menteni. Ja, ott meg a izé, a Traffic Box detektor, nem? Aha. Azaz. Ja, erre voltam, lettem volna kíváncsi, hogy ezt el lehet-e lopni. De ott mi az ott az olyan? Nem lehet itt venni valami érdekeset, de szombaton lehet, hogy izé van, zárva van. Aha. Ezt az hajtót kitette be, én nyitva hagytam. Lehet, hogy egy rally pilóta, mi? Na, gyerekek. Ki lehet lesni? Hol? Ja, nem lehet. Oké. Okay. Na, menjünk! Közdi, na menjünk! Azt mit csinál, bazze? Fölküldi a laboratóriumot. Ujjjj. Még szerencsére nem itt jött valaki a hidon. Az ki a tököm? Kik mászkálnak így, hallod? Mert az biztos nem szurkoló volt, hanem az valami más. Most aztán fogalmam is merek menni. Csak nehogy jöjjön valami szembe és nem veszem észre. Ilyen domb mögöd vagy valami, mert az pofán törül, akkor nekünk annyi, meg egy bambi. Az biztos, gyerekek, akkor... Várjál, hangokat hallok. Aha. Hallottam a hangját, hogy zizörög. Szerintem egy instakill lenne, hogyha ezzel nyomok egy frontálist egy ilyennel. Ugye? De... Ha ezt én megúszom, ez marha nagy mázli lesz. Mármint így magamból kiindulva, hogy tudom mekkora hülyeségeket szoktam csinálni, meg mekkora béra vagyok. Rattuk kell figyelni, fülelni, mert tök hallani ám. Nem, hogy elmentem volna műknak. Inkább itt kockáztatom az életem, basszus. Már félre tudok menni, de annyira nem nagy gáz. Megint, hallom, hogy jön. Azt. Szerintem biztos vagyok benne, hogy azt várjátok, meg te Ferika, az tuti. Na itt a Disco E. Elvileg 8-tól nyit. Majd vissza kell jönnünk. 8-tól 2-ig, vagy valami ilyesmi, szombaton. De ugye elmegyünk, előtte. Feladjuk a számítógépes
Levelentyűt. Figyelünk előre, azt félreállunk. Hát annyira nem bonyolult, elég jól mennek középen. Rohadtul figyeljünk, gyerekek, jó? Fuhuhu, fosokám. Meg ugye... Mert durván serántatom fél a kormányt, mert nem kell megyek egy fának, attól is nyekú lesz. Valami jön, valami jön! Oh, jó, passzus! Komolyan mondom, a tükrömet majdnem levitte, ez nagyon beteg, nagyon bírom ezeket. Hú, ezt a rallyt kell nekünk is csinálni, elvileg több verseny is van meg minden, úgyhogy tök jó lehet. Újra bírnám. Hú, tudjátok mit kéne? Kihagyni a kocsit. Hagyjuk már ki a kocsit nekik. Hú nem, mert ellövik a francba, biztos elbugoltatnám, hogy valami. Kíváncsi lennék, hogy összetörne, vagy valami, tudod? Vagy megállítani őket, ha vonatná, hogy ettűrülje, vagy valamit szabotálni. Mindjárt itt vagyunk a városban szerintem. Itt kéne ugye munkád van itt a gazdánál. Fia, ott megy egy csávó. Hát mi a tököm van itt? Mi ez a nagy oldalkodás itt? Nem fogok tudni félrevenni, úgyhogy... Óvatosba. Óvatosba csullankodunk, gyerekek. Mert nem igen tudom félrerántani a kormányt ilyen helyen. Innen indítják őket? Nem itt van a start? De itt van, tök jó. Ez marha jó, egyébként rohadtul meg van csinálva, bírom nagyon. Élem, de mondjuk itt meg lehet, hogy itt küzdenek. Hát nagyon jó. Tök jó, de néző, csávó, bazza. Hát ezt nagyon megcsinálták. Ez biztos, hogy egy rally rajongó volt. Figyelj, én ide félreállok, megnézem. Körülnézek, mi van itt, gyerekek, ez rohadtul tetszik. Ja, egy pillanat. Megnézem, hogy hogy lehet regelni, vagy valami ilyesmi. Hello, szia, Mizu. Á, van szórólapunk? Aha, 500 márkába kerül. És onnan, igen, innen indul, és ott van vége, ott a szeméttelepné. Ez nagyon jó! 500 márkába kerül a nevezés. Hát ezzel a kotlával biztos nem nevezhetek. Haver! Hogy kell nevezni? Már itt is ír valamit. Vagy ez mi? Ez rohadt megvan ez a rally csinálva. Hello! Ó, mi ez? Alkatrészek dik! Nézd ma! Kuplung tárcsa, önindító. Üze vagyok pupa. Itt ilyen piac van? Én nem is... Most indult valaki. Nem is tudtam, hogy itt van ilyen piac. Ez marha jó. Kár, hogy nem tudok nevezni. Jó, tök jó lenne, tök élél. Valaki van Kenny ott a dombokon át. Na, feladjuk a levelet, jó? Ez legyen meg. Nem, ez a kézifék, ez vadító. Elvégre akkor már nem jönnek itt, már nyugi van, a városban nem duhajkodnak. Viszont ezt bírom, ezt a furgont, ezt meg is tankoljuk. Ja, kevesebb, mint félig van, gyorsan megtankoljuk. Ez tök jó dinamikusan megy, annyi, hogy nem nagyon szereti a füvet, meg az ilyen elakadásokat. Gyors megtankolom. Meg tudjuk nézni, mennyi idő van. Kekmet. Szarom le, meg se állítom, minek? Na! Hol van a izé? Hol van a levélem? Levél, levélem. Jaj, ezt utálom. Na jó, inkább az oldalsót. Ah, a másik oldal. Na, una levél, gyerekek. Azt nem mondta, hogy elveszett a levélem, akkor megőrülök. Ott van a...
Ezt kitöltöttem? Elvileg ugye ki van töltve ilyenkor már. Oké. Megpróbáljuk belebűvölni, na hol van a... Hogy kell ezt? Aha, így be... Jézus Isten! Ez... Ahahaha, nagyon imádom! Nyitva vagyunk? Mennyi idő van, tata? Na bárj, mikor sinó tenni kirkott? 4 óra? Nem tudom, hogy szombaton meddig van nyitva ez a szar. Szerintem ugyanúgy, nem? Jó, ezt megtankolom. Hát ez hogyan? Persze az izébe az, hogy ne olyan egyszerű legyen. Á, már megint ilyen... Mügyöröghetsz vele. Ez mi dízel? Hát valószínű mi. Akkor nem 98-as kére beleküldni. Remélem, hogy dízel. Ja, dízel, ízítani kellett, ja. Oké, jó. Minden frankó. Jaj, de jó, jaj, de finom, az mi ott? Ott van egy ilyen ikon. Ja, munka. Azt nem tudom, hogy a szippantós kocsit azt még nem tudom elhozni, azt nem kaptuk meg a kulcsot, csak ezért. De ugye elvileg azt is az öreg apánk adja, úgyhogy a szippantós kocsi is nem lenne rossz. Azzal ugye el tudnám mondhatni ezt haza, úgyhogy tudnám vinni mind a kettőt. Mindjárt lehet, hogy el is nézek oda, mert van még egy kis időnk. És akkor így mindent is meg tudunk csinálni. Mindjárt megnézzük a szippantós kocsi, még nem el a miénk. Na hát ez meg... Csukodj el be, vagy valamit csinálja. Na, hát ez tudod mit? Ott rohadsz meg. És ez kit érdekel. Na, kifizetem a számlát. Kérdöksel, tervetlóla óvelle. Jó, már olere, az apát. Töke. Mi, azon gondolkozok, vigyek-e valamit, még nem kell? Még egy ilyen kétté az mondjuk nem ártana. De most egyelőre tartalékoljuk a lóvét, mert ugye 6000 valamennyi lesz a... Az is, tudjátok, hogy mi. Meg kéne néznem, hol van a... arra van. De figyelj, nincs is itt a kocsi. Mert előleg akkor jelölni, nem? Hogy az odébb van egy picivel? Mert elvileg, itt ott a szippantós kocsi, vagy azt nem adta oda a kulcsot, csak annyi, hogy megnézem gyors, jó? Figyeljetek, belefér bőven az időben, mert... De mondjuk miért nem jövök az autóval? Menjünk vissza az autóért, a tököm, azt hiszem, hogy közel van, de aztán nagy lószart. Meg kéne innünk egyet, csak az a baj, most itt egy sört fogok írni szerintem. Ez meg nem biztos, hogy jó, nem tudom a rendőrök, hát majd kerüljük a jardokat, aztán csá. Oké. Okay. Meg van tankolva ez a verda. Jó lenne szippantós kocsit, te tudnám vinni. Csomó teórián van arra, mondtátok, elég nehéz kiütni azt a csávót, aki a, akinek órája van. Nem tudom, elütni? Azon gondolkoztam, hogy elütöm a tökömbe, aztán meg van oldva. Kézi fék! Martatunk itt, mint vaka. Vaka, tudjátok, hogy mind. Ismeritek-e azt a mondást? Jaj, ne! Kellett volna innom egyet. Na, mindegy. Uráim, már elzsavelok. Hát az élégére egyszer sem fért el. Egyébként rohadt jól megy ez a gép, pirom. Itt ugye balra, vagy hunka menni? Itt ugye? Nagyon bírom, nagyon megy ez a gép, tök jó. Élemem nagyon ezt a bérdát, a keeper szereti. Itt van a cippantós kocsi, ha ő neki. Minek húzom be a kéziféket, nem gurul el, na? Ehhez nem kaptam kucsot? Lószak, mi? Hol van ebbe az a gyújtás kapcsoló gyerekek? Ha? Aha, úgy látom, hogy ez nem kaptam kucsot. Ez mikor kapom meg a kulcsot? Stélelém ezt a dögöt. Ezzel lehet veretni rendesen. A turbóval, turbórízellel. Ezt valaki írja meg már, hogy miért. Miért nem kaptam meg, vagy mit kell. Jó, vagy mit vagytok az ajtók? Ezek az ajtók, ezek tudod milyen őrítőek? Nem mindegy, hova kattintasz, nem mindegy, milyen hosszan. Meg a pöcsöm az.
Na, hány óra lehet? El kéne menni a diszkóhoz? Elmenjünk már a diszkóhoz? Van valamit kéne csinálni. Meg kéne nézni. Ja, szomjas vagyok még mindig. Ugye a diszkó az balra volt. Itt hogy lehet jelentkezni? Az tök érdekelne. Ha már egyszer. Várj, iszok egyet először. Sőt, először eszek egy chipset. Aztán utána iszunk. Jallad itt iszok a izaiből, a furgomból. Transporter. Jó szovjes voltunk, figyeld el! Nem is viszi le! Jó, meg is leszünk keveredve, az igen jó lesz. Nem a kocsiba dobáljam már az üres üvegeket, abban, na. Esze, ott az üres üveg, kapd el! Visszaváltod! Hogy van, kapd el! Dír! Ezt el tudom rakni onnan? Jó van, azért mondom. Még iszunk egyet, kapd el ezt az üres üveget, tiéd lehet, tessék! Hogy élvezkedik a képred a hülyeséget? Na, hogy kell jelentkezni? Arról beszéljük, 500-ért megadom érte. Te miért nem tudok jelentkezni? Pazem, izajában a dugattyúba csikkel. 500-ba kerül, de hogyan? Odekár, nem tudom, hogyan kell. Rá kell menni az 500-ra, vagy mire? Nem jó. Akarok én is versenyezni. A furgonommal. Ne ütök egyet! Megint kezdődik, megint behúzok valakinek. Aztán lesz baj. Na nézzük meg a másik helyet, meg akkor elmegyünk a diszkóhoz, azt az van. Ez van. Na. Ahonnan indítanak, megnézzük. Jó, hogy indulnak, kíváncsi vagyok, milyen autók. Elérakjuk a furgont. Kicsit be vagyunk csicsedve szerintem, enyhén. Na. Ajtók. Ajtók. Nem kell ide kézifék minek. Egyébként kezd esteledni, úgyhogy szerintem tök jó időben vagyunk. Mehetünk lassan a diszkóba. Itt megnéztem volna, kíváncsi lettem volna, hogy hogy indítanak. Mert hallottam, hogy ez zörgerizés van, zörgerizés. Lehet, hogy megnézzük. Ide állunk. Tuti párra kíváncsiak rá, amúgy is. Én már előre látom. Na. Ez indít a csávó? Ezek a táblák? Mik ezek a táblák? Roliban nem vagyunk ott. Hello! Leverjek neki egyet? Izének? Kövér Chuck Norrisnak? Komolyan mondom, lecsettintek neki egyet. Júj! Júj! Arcába vele, figyelj! Azt hátrálunk egyet. Kimozgunk. Hú! Passz, tényleg leütöttem! Azt a besz... Ki fogja indítani a Rolit? Hú, ezt ki fogom húzni a gyufát szerintem. Ugye visznek a yardok, csak hogy zuhannik. Elhiszitek? Mármint, hogy... Láttam ilyen izét, hogy videót, hogy kimennek a yardon. Basszus, ezt el kéne húzni innen, vagy valami. Gyere, izé, gyere ide, gyere. Eruglak. Vigyük haza! Vigyük haza! Hát, ha föléled, azt lesz egy izénk, lesz egy csávónk ott. Barátot szereztünk, gyerekek, túszul ejtünk. Gyere, na várjál, hogy kell ezt valahogy lehet mozgatni. Haza akarom vinni ezt a csávó, gyerekek. Haza visszük. Elraboljuk. Elraboljuk a bírót. Ide járok a kocsival! Maradj addig itt! Júj! Elviszem haza! Berakjuk a kocsiba. Okay. Nem lesz gond. Teljesen jó minden gyerekek. Ura vagyok a helyzetnek. Ezt a csávot, ezt a... indítóbírót, ezt elviszem haza magammal. És ezt föléled? Mi történik? Vagy mi? Hogy van ez? Nem haltak ezek meg, hát ezek szerintem csak ki vannak üdve. Na, várjál. Van nálam pia, úgyhogy nincsen semmi gond, gyerek. Még egy dolgot ki kéne próbálnom, hogy nagyon tudok előni valakit tűzijátékkal, mert akkor ugye tudnám használni az órás csávon ezt a dolgot. Azaz. Gyere, szállj be az autóba. Ne kéresd magad. Nem fog fájni. Ottan el leszel. Minden rendben van. Húzd be lábadat, ne viccelj. Úgy, na, hoppa, kicsit oda csíptem a lábát, de nincs.
Na, jó, oké. Ez kicsit ilyen izai, ez gyilkos stílus. Úgy gyerekek. Már tudom, hogy mit fogok gyűjteni. Az összes NPC-t összeszedem a mapon, és azokkal fogok otthon így, beültetem őket így. Ezt be fogom rakni a szobába, eskü. Befektetem az ágyba. Na jó, van, oké, azt nem, az egy kicsit erős benne. Na, menjünk a diszkóba. Van egy ember. Fölébred, hallod, ezt itt tekez folytogatni. Ez vicces lenne. Na, hát ez több rally úgy látom, hogy nem is fog indulni, hát megoldottuk, gyerekek. Igen, mit akartam? Ezek meg már miért arra néznek? Figyeld, mindenki háttal áll. Jó, hát ez oké. Amit akartam kérdezni, vagy beszélni, mi volt? Jó. Hát erre kíváncsi vagyok, hogy a csávó az föléled-e, vagy mit tudok vele csinálni. Minden esetre lehet bezárom a garázsba, vagy valami lesz. No. Na aztán most rohadt gyorsan vissza kell jönni, és volt egy csomó cucc az inventorimba. Öt darab. Hát amiket felszedtem a jözébe. Autóban esetben meghalt, de most ne haragudjál, a rallis csávó letolt az útról. Hallottam a hangján. Ejha, nem baj, nem adjuk ám föl, megyünk. Megyünk, hány óra van? Ilyenkor mennyi idő telt el? Ne fogunk késni a diszkóról! Meg ha korom sötét van, akkor az autóhoz hogy találok oda? Mennyi idő telik el ilyenkor? Mondjátok, hogy nem éjjel van, bazze, mert ha éjjel van, akkor megőrülök. Nem éjjel van. Hány óra van? Hűha, gyorsan oda kell érnünk az autóhoz. Úgyhogy rohadt gyorsan. Azt meg ugye... Nincsen messze. Hol vagyunk? Hát azért nincs is közel. Azt a betyár. Na futi! Futi, amíg még le nem megy a nap. Nincs olyan nagy gáz. Legalább kiderül, hogy ilyenkor a cuccaim azok kiesnek, vagy azok kiesnek ott, vagy pedig tök elvesznek. Bazza letolt az útról arra is. Tök nem én tehetek róla, bocsász. Tudom, azt mondjátok, hogy béna voltam, de hát nem annyira volt. Nem voltam béna. Letoltak. Akkor mégiscsak indítottak rallit, úgyhogy egy kicsit lehet, hogy az útszélen kéne menni, hogy nem kéne elüttetni magam. So sorry, bocs, gyerekek. Erre én se számítottam. Ezután... ez ilyen instant karma volt, hogy... Megöltem valakit, vagy nem tudom, kiütöttem, elraboltam. Azt jött a rali. De várjál, lehet, hogy visszakerült az NPC, kíváncsi vagyok. Az visszakerült? Visszakerült az NPC? Ott van baza. Megszakadt a kocsiba, mi? Megszakadt a kocsiba? Lehet, hogy benne van még egy, vagy nem tudom, ilyenkor mi történt. Ott mi az ott az a toronyház? Az nagyon érdekes, ott van valami toronyház, látod? Gyerekek, azt tudja valaki, hogy mi? Ott van egy ilyen tizemeletes-szerű akármicsoda. A rohadt életbe. És az inventorimból elvesztek a dolgok. Aztán mondjuk akkor ez van. Várjál, haver. Azért nem lehet kiütni. Ezelőtt ki lehetett. Na jó, megyünk a diszkóba. Jó, hát igazából nem veszette olyan, amilyen létszükség lett, csak az a rugó, meg a GT kormány, meg ilyen. Meg azt ugye vissza tudom teleportálni, hogyha nagyon nagy gond van. De lehet, hogy ilyenkor a szeméttelepre kerül. Azt ott is meg kéne látogatni, kíváncsi lenni. Na azt mondom, az a nagy izé az mi, odané, ott. Az valaki írja meg már, ha tudja, hogy mi az. Nem más, mindjárt ott vagyok ám a kocsinál, szóval no probléma, csak ez a rallynak vége lehetne már. De nekem itt pont itt kell szórakoznom. Nem tudom, a diszkó szerintem ilyen hajnali 2-ig minimum nyitva van, szóval oké. Okay. És majdnem azt mondtam, kár, hogy nem hív ilyenkor az a csávó, akit haza kell vinni, de hát hogyan hívna szerencsétlenje mi? Azt nem tudom miatt. Vagy lehet, hogy csak az ilyen design, ilyen messze valami. De miért rakta volna oda a készítő? Nem értem. Hol van a verránk, bazze? Jó, ne odaérnénk. Ott messze van egy izé épület. Vége a rallinak?
Itt lesz a kocsink szerintem. Talán ki tudom bányászni onnan. Hú, de jó, hogy nem valami nagyon messze törtük össze magunkat. Ott van a... Pedig az egy tizemeletes, lol. Az mi? A kávés csészén, bazzer. Jaj, várjál, lehet, hogy... De kiesett a kávés csésze. Azért így el tudsz veszteni tárgyakat keményen, nem? Na most, hogyha itt föl tudok menni, akkor csoda lesz. De megnézzük, elmegyünk arra. Azt a betyár... A fickó az megvan még? Mi van itten? A fickó lelépett, gyerekek! Ahogy rohadjon meg. Na, száll be. Na, szállj be. Ha, az öreg anyád valaga az. Szálljál már be, bazzer, ebbe a kotkot lába, hát nem hiszlek el. És mi van? Mi nem száll be? Bazzer, toljuk, nem száll be. Lehet, hogy szar helyen vagyunk. Várjál. Ó, persze, most meg ugorj föl rá, hát hogyne. Megpróbálunk beszállni innen, mert nem nagyon akar beszállni onnan. Na, innen jó van, innen sikerült. Hát ez meglepő volt és mulatságos. Jó, duráljál csak. Oké, dobunk neki egy rükit, mindjárt. Szombat van még? Még szombat van, jó. Elmegyünk arra, aztán szerintem van egy kivezető út. Szerintem vége a rolinak ám, srácok. Van egy olyan érzésem már, mint így. Most már jó ideje nem jött autó. Na valahogy ki kéne kecmenekni az utra. Hey! Hát még kim vannak ezek a rohadt valamik. És akkor hallgatózni kell a gyerekek, mert ez a rali pilóták letolnak az útról. Hogy neki lökött a fának? Azt hittem túlétjük egyébként. Nem látok ki. Tükörbe se nagyon látom. Jaj, de jó lenne, nem nyírnának ki megint. Most meg még messzebb is vagyok. Gyerekek, itt egy pajta. Ezeket meg kéne nézni, mert mondtátok, hogy ezekbe lehetnek fullos jó cuccok. Meg ha már itt vagyok... Megnézzük, meg mondtátok, hogy valamelyiknek úgy kell betörni az ajtaját, meg ilyenek vannak. Gyerek, de sem. Jó, bocsánat, de hát ez érdekes, lehet tudni, vagy lehet-e. Így be lehet. Ú, egy roncs! Egy roncs. És ide kell kalapács, vagy pedig valamivel a traktorra be tudod törni. Ezt te tudod mondtatni, és insta pénz. Nézd! Nem ezzel akartam. Megnézzük a mapon kb. Hol volt. A... Ez a malacos emberné, malac emberné, meg a izék között félúton. Az a csávó, ez meg mozog, figyeld el. Hogy most én látok hülyén, de az mintha mozogna. Ó, lehet, hogy én halucinálok. Ez komolyan halucinálok. Az mintha mozgott volna az a jel, de lehet, hogy nem. Na! Ez kemény azért, hogy azt hiszem, hogy mozog. A, igen, itt van. Jó, ezt jegyezzük meg. Mert akkor itt van egy roncs, találtunk egy roncsot. Már milyen jó volt megnézni. Ilyen srácok. Na. Csak akkor sose érünk oda a diszkóba így. Hajrá, nyomjad neki! Egyébként úgy rúg, olyan könnyű hátuljának a kocsinak, hogy figyeld. Mi a... Túros! Valami, mi történt? Mi folyik így györgyösör? Ez is ki volt? Kik ezek? Lehet, hogy megy a diszkóba, na majd mindjárt intézem. Kilövöm a szemét a izével, a tűzijáték lesz a kulcs, én érzem. Azzal oda, figyelj itt is egy fajta, jaj de megnézném, álljál meg. Nem hiszem el, már megint nekem jött valaki, hallod? Hát komolyan mondom, kiszállok, ez everem. Nem áll megint ez a skodás sávó. Öcsém, mi van itt, hallod? Komolyan mondom, ezek mennek a diszkóba. Hát mi van itt? Mi történik? Nem, gyerekek? Na várjál, itt is beskubizunk.
Ó, itt vannak a GT kerekek. Ezt mondtátok, hogy van egy olyan pajta, ahol vannak GT kerekek. Tudod, nézzé. Viszont, ez rohadt jók. És föl lehet gumisztatni elvileg. Ez jó. Ezzel jobban megy a Verda, vagy mi? Csak jobban néz ki. Hát már rendesen félek, hát jönnek nekem hegyi bém ezek a... Basszus. Ezeket kidobálom ám. Elvesztem. Kávé. Kerekek. Jó. Iszok egyet. Megcombjutunk, na. Meg olyan büdösek lehetünk, hogy szerintem az órás csávó még az se kell, hogy leverjük, hanem elájul a büdös húgyszagunktól. Na. Azt mondta, hogy nem indulsz el innen a patkáról, mert akkor megőrülök. Na, menjünk a diszkóba, nem tökölünk most már. De viszont tök jó, hogy találtunk jó dolgokat. Ne felejtsük el, hol volt ez a roncs, aztán akkor el tudjuk vinni. Hú, tök jó. Bírom ezt, mozgalmas ez a rész. Érdekes dolgok történnek. Megint meghaltunk egyszer, mi? Ej, keeper. Nem neked való ez. Logikai játék. Ez jó, hogy nem lehet összetörni ezt a kocsit, mert már régen nem lenne ez se. Na itt a diszkó el. Ott van fönn. Ó, figyeld! Rendes fények vannak, ott vannak a csávók, nem hiszem el, oda mentek. Hogy ez ennyire ki van dolgozva? Hát nyakon verek mindenkit. Először a tűzijátékot én itt rendet teszek, vigyel, figyelj, meg tudják, hogy ki az ura házda. Figyelj, diszkó van, bazd, beszarok neki. Na hol van az órás csávó? Ez baró jó. Ez szól, mint a disznó. Itt meg a hülye gyerekek. Ez ki? Nem már... Mi ez? BMW? Elvileg mondtátok, hogy a diszkó mögött... Aha. Ott az órája. Na jó, hozom a tűzijátékot, gyerekek. Csak benézek a diszkóba. Ez adja nagyon. Hát ez komoly. Jó, figyeljetek. Rendet teszek a tűzijátékkal. Mindenki néma a zene szól, nem? Persze. Mi ez hangzó volt? Isten! Na figyeld, megoldjuk. Keeper, többet észre, mint ész nélkül dolog lesz. Figyeld. Okay. Figyeld a Keepert. Keeper, nem szaragul itt el. Hú, ez event az épület alatt szerintem. Komolyan! Elment az épület alatt. Jó lesz. Ne aggódjatok. Ez is elment! Nem jó, mert elmegy az épület, ez ki van találva fogadni, merdék. De majd közvetnek közelről még egyet. Az a baj, mi is meghaltunk, úgyhogy fedezékbe, ha baj van. Új, elmegy. Jó. Beverjük neki egyet? Megpróbáljuk? Hozzuk a kocsit, elütöm. Nem érdekel. Hát nem akarok... Nem akarok meghalni. Sanyika, ne kaparj! Most nagyon komoly dolgok történnek itt. Elütöm inkább. Hallod, elütöm. Jó van itt, meg trombitálnak minden. Nem akarok meghalni, mert ezek elvileg azt hittátok, hogy ez kemény gyerek és kiüt a francba.
mi történik? Sanyika, ne kapadj! Komoly dolgok történnek! Jó, hogy lenne, guruljak itt, mert meghalok. Hűha, ez lehet, hogy ez túlélte. Mint hogy ilyen ideges hangot kiabálna mögöttem. Abba az a bírja ez, hallod? Na, anyád úr istene. Gyerekek, ez... Nem hal meg, nem döglik meg, milyen rendes vagyok. Bazen, merre veszi ha izét a furgont? Föl se veszi. Majd mindjárt szemből hallod, kap olyat. Jó, támadásba rendült az öreg. Jiha. Jó van. Gyere öreg, tegyük fel kettőbe. Ilyen behúz egyet szélvédőn keresztül nekem, Sanyi. Az, hogy bírja, ne, ez mit tudok ezzel csinálni? Ne essek olyan helyre, ahol... onnan nem tudok följönni. Hú, hát ez lehet, hogy akkor ez nem használ. Ilyen megtréfálom egy kicsit. Na most kemények leszünk, gyerekek! Figyelj, olyan bugyót levágok! Izé... Bruce Lee! Oda né, védekedik. Mi az, kivédte? Hop! Pofán vág, meghalok. Hoppa, vissza akart ütni, e! Hopp! Oda né. Jó, kapott egyet! Fájt, mi baza? Hú! Visszakézből megpróbál leütni. Oda néz! Csáó, azt hiszi, kemény. Hű, ezt lehet, hogy bekaptam. Azt hiszed, mi van? Na, hiába ütögetsz, mi a tökre akarsz? Tökre! Na mi van? Jó, én is kapok poforokat, remélem nem üt ki. Na mi? Én is bekapom. Hol van HP vagy valami? De mi? Miért nem? Nem akar ez meghalni. Na. Nem áll, hogy kiütött. Ubaze, gyerekek! Ezt nyakon vert, öcsém! Mi van, mámas meg beresötté? Na, kicsengettek, gyerekek! Ennyi volt a... izé... móka, mára. Kiütött, mint a szart, megint izé van. Mógerkerbe ébredek. Mi vagy? Hol vagyok? Te valaki ott van. Te én itt hol vagyok, és valaki van ott, bazze. Na ne szórakozzál velem. Ki az, bazze? Az a saját házam szerintem, és ott van valaki. Kopognak, vagy mi a fasz? Most hagyj abba. Ki ez? Mi a horror? Ki ez, bazze? Ki ez? Kopog, ott kopog valaki, bazze, ott kopog valaki, saját házam, na itt vagyok, hol, itt hol vagyok. És ott kopog valaki. Na menjetek a tökönbe, várj, egy pisáram kell egyet. Ott egy csávó és kopog az ajtómon. Elvileg azt hiszem, hogy meg lehet inni a pisinket. Látjátok, ezt tudtátok?
Ott kopog be az ajtón. A hátsó ajtómon valaki kopog a hátsó ajtómon. Jó, igen, ilyen nem tesz jót, ez biztos, hogy szájuk be húgyozunk. Police! Na, hogy van, milyen police, bossa? Mi történt itt? Várjuk, menjünk. Te! Ne! Lekiütöttek öcsém a rendőrök! Nem a... Sítre vágtak a nyomorultak! Mi történt, bazze? 42 büntető napok? Mi csinálta? Mi? Tudok itt menteni, vagy valami soda? Mit tudok leülni, bazze? Toinen henkilökuntamme hoitaa. Alta aika. Joo. Nem lehet menteni se itt. Hú, gyerekek. Hát nem vagyok boldog, valami nem tudom most mi lesz. Hol a Verda? Meg mi történt? 42 napig itt kell hédereznem, azt ne szórakozzak. Hát mit csinálok én itt? Hát sitra vágtak, hello. Mentés és kilépés a főmenőbe. Hát akkor gyerekek, akkor ez... Cudar. Hát én ezt nem gondoltam volna. Azok olyan ardok voltak, és ott kiabálta, hogy... Mit tudom én, mérges az öregapánk, meg mit tudom én, mi a francotnál. Óha. Hát jó vagy gyerekek, akkor. Köszi. De nálam maradt a cucc. Mindjárt nyomok egy tűzi játékot. Azt a betya. Na jó van gyerekek. Hát akkor 44 napig itt izé lesz? Harakiri? Vagy mit csinálunk? Írjatok, segítsetek, sziasztok. Jajjaj. Ja, és dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett a videó. Köszi, sziasztok!